Egyre jobban körvonalazódnak Székelyföld digitális határai. A cél merész, IT startupokkal kapcsolnák egy digitális közösségbe a székelyeket szerte a világon. A digitális Székelyföld egy koncepció, amely az elméletből egyre inkább gyakorlattá növi ki magát, hangzott el a 4. Székelyföldi Információ Technológia és Innováció konferencián. Arról, hogy miként fejleszthető a székelyföldi IT szektor úgy, hogy az a helyi közösséget erősítse, már javában zajlik az ötletezés egy úgynevezett innováció menedzsment szoftver keretében. Egy virtuális platformot hoztunk létre annak érdekében, hogy az emberek a fejlesztési javaslataikat konkrét témában meg tudják egymással osztani. És most a digitális Székelyföld keretében van 3 téma. Az egyik az, hogy hogyan lehetne az oktatást megreformálni, a második, hogy hogyan hozzunk létre digitális közösséget, a harmadik pedig a vállalkozás fejlesztéssel kapcsolatos. Ilyen digitális tankönyv segédeszközöket már előszeretettel használnak a diákok Magyarországon. 3D-s grafikák és érdekes kvízek segítik a diákok tanulását, az ötletet Székelyföldön is meghonosítanák. Mi is Marosvásárhelyen most tervezünk egy kreatív központot indítani, amit elsősorban kiegészítőként, és hogy az embereknek a bizalma kezd megjönni, és rájönnek, hogy a hagyományos oktatás elavult, és hogy a kreatív oktatással fiatalok sokkal jobban fejlődnek, sokkal inkább szeretik csinálni, akkor szerintem már csak időkérdése, amikor ez be fog kerülni az iskolákba is. De az IT az agráriumot, azaz a székelyföldi mezőgazdaságban tevékenykedők munkáját is segítheti. Ha az IT eszközök megjelennek az életünkbe és növelik a hatékonyságot, és nem elrabolják tőlünk az időt különböző függőségi kapcsolatok felépítésével, hanem meghagyja nekünk azt, hogy a való világ élménye legyen az élmény, és az IT pedig segítsen ebbe, akkor abból egy nagyon élménydús, gazdag és jó minőségű életet biztosítható Székelyföld lesz a digitális Székelyföld. De a térség fizikai határaiból is ki kell mozdulni, hangzott el a konferencián, úgy, hogy a helyi vállalkozókat összekapcsolva a külföldön élőkkel, szakmai tudásukat kiaknázva a startupokat futtassanak fel munkahelyteremtés érdekében.